Sziasztok, folytassuk is a kvéket. Ez most már az utolsó epizód. Az Elder World legrosszabb rémá majd valóra válnak. Na, fölemelkednek a rácsok. És jöjjünk is ide. Ez az utolsó katonai bázis egyébként, és az egyetlen, amit nem Romero készített. Nem, ez Steam Willits munkája. És az eddigi legnehezebb. Mert rendkívül sok irányból támadhatnak minket a hitszkenes ellenfelek. Enforcerök annyira nem érdekelnek. Azoknak a támadásait legalább lehet kerülgetni. És valahol még biztos vannak. Kizárt, hogy ennyi volt. Aha, ott vagy. Na, ide kelleni fog az arany kulcs, amit ott fogunk majd megtalálni. Csak valahogy föl kell jutni. Hogy nem vett engem észre az ott? Na nem baj, talán ennyi is volt mindenki. Ezek a kapuk itt zárva vannak. Floodgate, ez zsilip akar lenni, mert annak nem valami jó. Na mindegy, hát más nem tudunk csinálni, most ússzunk egyet. És jó. Erre kell jönni. És fönt is vannak ellenfelek, talán itt lentről könnyebb kiszedni őket. Bár ez nem igaz, nehezen találom őket el. Ó, és ki is nyílt ez a titkos hely itt, a Quad Damage-sel. Azt szedjük is föl, csak meg kell lőni ezt. Nem valami nehezen észrevehető szerintem. Szóval itt most szaladjunk végig. És aztán menjünk is vissza, mert ennek a pályának van egy olyan rossz szokása, hogy mindig mögétek spónol ellenfeleket. Szóval, amiatt nehezebb megszerezni a 100%-ot, mint egyébként. Jó, ennyi volt mindenki akkor. Erre haladjunk, mert ugye megvan az aranykulcs. Ó! Még Rottweilerek is kerültek mögénk. Jó sok az ellenfél, de így a jó. Na. Honnan lő engem valaki? Ó! Majdnem itt hagytalak. Na, az egyik lámpát láthatjátok, hogy sárga színű. Nem úgy, mint a többi. Ez a titkos hely nem aktiválódik, hogyha meglövitek, csak akkor, hogyha lefejelitek. Viszont itt a... csak úgy érhetitek el, hogyha a lejtőn felszaladva ugrotok. Mert akkor nagyobbat tudunk ugrani. Ez nem csak a Quake-ben van így, hanem retro FPS-ekben visszatérő játékmechanika. Például a Sirius szemben is volt ilyen. Ugye azért van, mert hogyha lejtő felfelé szaladva ugrunk egyet, hogyha nem lenne ez a játékmechanika, akkor eléggé kicsinek érződne úgy az ugrásunk. Jó, most meg mi is jön? Ja, igen. Itt a zsilip eltűnt most. Ez itt. Nem tudom, hogy mit csinált. Talán kinyitotta nekünk ezt a helyet.
Jó, ott lesznek a pálya utolsó ellenfelei. Oké, kiválasztottam a Nightmare skillt. Már nem tudom, hogy miért aggódtam, mert érzékelhető volt, hogy gyorsan támadnak az ellenfelek. Na nem baj, hogyha azt ott meglövitek fönt, akkor ez a pálya a harmadik titkos helye. És azt hiszem, hogy megint ugyanarra kéne jönnünk, vagy nem tudom. Sokféle útvonal van itt. Nem, nem erre kell jönni. Akkor talán a túloldal lesz az. Igen, erre kell jönni, csak mindjárt kifogyok levegőből. Ezért föl is jövök ide. Ami egy titkos hely. Nem nehéz megtalálni, mert innen estek le ezek a katonák. Szóval vissza még egyet levegőért, és ennyi is volt a pálya, legalábbis a titkos helyei. Ó, ott van az utolsó Enforcer, és majdnem kifogytam életből. Ilyen ritkán van, de oké. Egyébként ebben az epizódban sem fog minden pálya 100%-ra sikerülni, mert lehetetlen. Viszont az első felében mindent pisztoll startolni fogok, ami még mindig shotgun start, de felejtsük is el. Jó, ez itt a Tower of Despair. Sajnos itt az elején nem tudunk erre a részre leugrani, hogy megszerezzük a páncélt. Viszont kiírja a játék, hogy az ablak a kulcsa egy titkos helynek, amit mindjárt meg is látunk, hogy mit jelent. Na, ne bújjál el oda. Szóval most következnek Sandy Peterson pályái, amiknek az a különlegessége, hogy nagyon sötét részeket szeret a pályáiba rakni. Na, ez itt az az ablak, amiről szó volt. Hogyha meglőjük, akkor láthatunk egy ilyen tőrös kapcsolót. Ezzel rögtön szerezhetünk is egy szupersotit és lőszert. Ami nagyon rendes. Tudjátok, hogy mennyire bajom volt azzal, hogy az előző epizódok szinte sose adnak szupersotit. Most ezzel nem lesz problémánk. Jó, az ogre nem tud ide átlőni. És szerintem van elég lőszerem, hogy most kiszedjem ezeket az ellenfeleket. Ó, mindig hogy megkerülik a vorrakéták, hogy nem tudom mik ezek a falat, a sarkukat. Szörnyű. Jó, az már át tud ide lőni, az már túl közel van. Vagy jó, onnan egész jó volt az. És most visszajövök, mert kelleni fog itt még néhány dolog. Például, hogy szerezhetjük meg azt a páncélt. Itt eléggé gyanús, hogy csak úgy véget ér a folyosó. Szóval igen, ez egy titkos hely. Az egyik az maga ez a gyűrű lesz, viszont mint itt minden visszaáll az eredeti helyére, aktiválhatjuk azt a tőrös kapcsolót, és így ezzel ide teleportálhatunk. És én megpróbálok itt sietni, miközben még a gyűrű rajtam van, és nem látnak az ellenfelek. Például az egyik fontos dolog az az, hogy megszerezzem a Nilgant. Vagy akár a sebezhetetlenséget, az is egész jó. És
akkor már fölveszem a quad damage-et is, és ez a kombó eléggé OP lesz egy időre, ugye? Igen, ezzel már a Shambler is csak néhány lövés. És ez még ugye ammó spórol. Ammót is tudunk spórolni ezzel. Hogy nálunk van a quad damage. Oké, ez egész jó volt szerintem. És vissza is jövök oda, mert a Nélgánt viszont nem sikerült felszednem. Ez is egy nagyon sötét hely egyébként, de a felvonókat szerencsére egész jól látni. Jó, itt van egy. Még egy szuper shotgun, hogyha az elsőt nem tudtátok volna megszerezni. Ez talán jobban el volt rejtve még. És azt hiszem, hogy oda át tudunk ugrani a Nélgához. Jól van. És már maxon is vagyok. Akkor itt a pálya elején... de sötét van. Azt hiszem, hogy már mindennel végeztünk is. Viszont valaki még van. Vagy mégse. Jó, lehet, hogy itt az ogre észrevett engem és követett, vagy valami. Fogalmam sincs. Na viszont, ezt az ablakot is meg lehet lőni, és majd ott kell tovább haladni. Viszont előbb én erre jövök. Mert itt még egy titkos helyet szerezhetünk. És még egy quad damage-et. És ez egy eléggé érdekes rész. Már a pálya elején is ugye így kellett megszereznünk azt a kék páncélt. A különböző tárgyak jelzik azt, hogy hova fogunk teleportálni. Ami érdekes ötlet. Hát működik. És ott én a... talán a páncélt nem vettem föl. Na nem baj, talán nem lesz vele gond. Ha valamit kihagytam volna, akkor még lesz lehetőségem visszamenni. Jó, még egy kapcsoló. És talán kiszedhetem innen az ogréket. Mert az lesz a következő titkos helyünk, hogy oda ugorjunk le. Jaj! Hogy nem tudsz eltalálni? Itt vagyok a fejeden. Jól van, ez érdekes volt. De legalább nem sebzett. Ú, ez egy... bajós... szög itt. Nem volt valami bizalomgerjesztő, és igen, az egy csapda volt. A Sandy Peterson pályán is eléggé sok csapdát találni. Próbáljunk minél jobban kitérni a Vor támadásai elől. Jó. Meg is van. Most csak, hogy próbáljam ezt az ugrást, jól van. Egyébként meg, hogyha 100%-ot akartok, akkor essetek le ide. Nagyon tetszenek ezek az árnyékok egyébként. Nem tudom, hogy az engine alapból generálja őket, de... de nekem tetszenek. Talán Sandy Peterson pályai a leg... ijesztőbbek, vagy nem is ijesztőek, inkább csak ilyen... nem tudom, hangulatosak. Nézzétek itt a rácsot is. Ott van a fény, és így tényleg pont arra jönnek az árnyékok. Nagyon tetszik. Na most, mit is csinálunk? Ó, megvan minden titkos hely, minden ellenfél. Csapdát még egyszer átugorjuk. És most már csak az van hátra, hogy megint sikerüljön ez az ugrás. Oké.
hogyha bunny hoppoltok egyet, akkor könnyedén át lehet érni, amúgy meg valamelyik vasról kell tovább ugranotok, ami egy kicsit nehezebb. Na és ez is itt a pálya vége már, hogyha valamit ott hagytatok volna, akkor egy teleport ott van számotokra, viszont itt van a pálya végi kapu, ami mostantól így fog kinézni. Nem olyan menő szerintem, mint a második és a harmadik epizód ilyen pálya végi kapui. De hát végül is ez se rossz. Az E4M3 az Eldörgat Shrine. Két fiend fordulott az ablak felé, amit meg kell lőnünk ahhoz, hogy ezt a kaput kinyissuk. Szedjünk fel egy quad damage-et, amivel siessünk. Jó. Ó, követett engem egy fiend. Jó, akkor téged szedlek ki. Na, egész jó lett. És ez is egy egész jó pálya szerintem, de több problémám lesz vele, mint az eddigiekkel. Az a lényeg, hogy ezt a kapcsolót itt aktiváltam, amivel még több ellenfél beszpónolt. Azért siettem, hogy minél jobban ki lehessen használni a quad damage-et. Ó, itt is van egy fiend, ami most leesett talán. Az a fiend ott leesett. Én viszont visszajövök erre, mert azért föl akarok szedni magamnak egy kis életet. Azt a nagy életet még hagyhatjuk, még úgyis visszatérünk majd ide. Láthatjátok ott fönt, hogy azok az ajtók ott zárva vannak, viszont majd a túloldalról kinyithatjuk őket. Induljon egy kis infight. Jaj, ott majdnem beakadtam. Jó. Eléggé sok soti lőszerem van. Nézzük meg, hogy van-e itt valami, ahonnan kijöttek a szkregek. Hát semmi. Zombik viszont ott ki vannak feszítve. És hogyha már zombikról van szó, akkor üdv a temetőben, ahol rengeteg zombi lakik. Most megpróbálom őket ide egy helyre csalni, hogy néhány gránáttal kiszedhessem őket. És amíg ők oda cammognak, addig nézem, hogy talán beszpónolt ide még egy fiend. Mert itt a pálya központi területén, nem tudom, folyton spónolnak a fiendek. Jó, ott jó pár zombi meg volt. Itt is vannak még. És a Source Port az nagyon glitchelteti ezt a pálya részt valamiért. Hát kár érte. És olyan sötét van, hogy tényleg nehezen lehet néha látni, hogy hol vannak ellenfelek. Jó. Életért már megint visszamehetnék talán. Ó, de igen, itt van. Akkor visszavonom. Jó. Arra kell majd tovább haladni, és hogyha minden zombi megvolt, akkor meg is szerezhetem végre azt a quad damage-et. Egyébként nagyon jó kinéző helyez szerintem. Mármint nem sok ilyen
helyszín van a Quake-ben. Szóval quad damage, és rohanjunk vele. Amúgy már előbb is felszedhettétek volna, és akkor ugye a sima shotival is kiszedhettétek volna a zombikat. Viszont szerintem így egy fokkal jobb lesz. Ott kiszedtem az első spawnunkat, ami mindenkinek a kedvenc Quake ellenfele, ugye? Jó, itt néhány ugrét találunk, és ott talán néhány fiend észrevett minket. Amivel itt nem volt probléma. Eléggé hosszú folyosókon haladunk tovább itt. És már megint ilyen, nem tudom milyen spawnerrel találkozunk. Csak most meg scragek fognak minket követni egyfolytában. Az egyik az ide vándorolt. És ez itt az egész pálya kezdete, ugye? Én egy ideig itt maradok, hogy kiszedjem ezeket a findeket. Eléggé unalmas lesz. Ez a pálya gyenge része. Nem tudom, hogy miért nem elég, hogy egy find jöjjön, de annyira talán nem probléma. Viszont most legalább fél percet itt leszek. De legalább az a hely titkos helynek számít, és eszembe is jutott közben, hogyha már ennyi ideig ott kellett maradnom. Jó, addig még itt is körbenézhetünk. Nélgán sajnos nem találunk. Ó, viszont ott az a páncél nekem kéne. Szóval szerezzük is meg. Jobbra kell jönni. Ez itt valamiért titkos helynek számít. Fogalmam sincs, hogy miért, mert eléggé egyszerű megtalálni. Normális kapcsolóról van szó. És mivel úgyis a piros páncélt akarom megszerezni, ezért most nincs szükségem erre a kékre. Tudjátok mit, jól van, még a quad damage-et akkor nem veszem föl. Felvonó alatt találhatjátok meg a teleportot. És én jövök vissza, mert... Ó, itt egy spawn. Hát legalább látjátok, hogy hogy működik ez az ellenfél. Nagyon idegesítő. Ugrál össze-vissza, szóval nagyon nehéz eltalálni. És ráadásul, hogyha elfogy az életereje, akkor felrobban, ami annyit sebez, mint egy átlagos robbanás egy videójátékban, szóval eléggé sokat. Vagy ne mondjam, eléggé idegesítő ellenfél. Viszont, amikor meglát titeket, akkor még úgy talán egy-két másodpercig inaktív. Szóval addig van lehetőségetek rá, hogy kiszedjétek. Talán egy gránáttal, vagy a nailgun is nagyon hatásos tud lenni ellenük. Én viszont most itt próbálok sietni. A gyűrűt később veszem föl. Addig megnézem, hogy van-e itt még valaki. Hát nem használtam ki jól ezt a quad damage-et. Annyi baj legyen. Jó, így kell őket kiszedni, mielőtt még elkezdenének ugrándozni.
mert utána már nagyon nehéz őket eltalálni. És most már ezt az ajtót is használhatjuk. Arra még nem akarok tovább haladni, mindjárt meglátjátok, hogy miért. Oda kelleni fog a gyűrű. Hogy kicsivel kevesebbet kelljen aggódnunk. Itt ugyanis egy ilyen csapda vár ránk. Eléggé rossz. És arra is figyeljünk, hogy a fiend ne essen bele a lávába. Viszont itt megvan az ezüst kulcs. Szóval mehetünk vissza. De ugyanúgy siessünk. Hú, ez nagyon szörnyű csapda. Valamit még talán itt hagytam. Jól van, legalább titkos helyből már minden megvan. Ide az arany kulcs kell. Nekem viszont most az ezüst van meg, szóval jöjjünk erre. Szedjük is föl a quad damage-et, hogyha már itt van. És figyeljetek, itt van még egy quad damage. Szóval azt használhattam volna már az előbb is. De megfeledkeztem itt erről. Annyi baj legyen, most már úgyis egyszerű lesz a pálya. Viszont szerintem itt még néhány fiendnek spónolnia kellett volna. Nem tudom, hogy miért nem spónolnak tovább. Talán itt van egy elveszve valahol. 94 ellenfél csak. Lehet, hogy azért, mert az egyik leugrott. De nem tudom. Mindegy, lehet, hogy emiatt most nem lesz meg a 100%, de nem probléma. Oké, rengeteg gránátot szereztünk ezen a pályán, szóval miért is ne használnánk. Igen, néhány fiend nem spawnolt be. Nem tudom, hogy hol lehetnek. Erre már azt hiszem nincsen senki. Vagy lehet, hogy elromlott az enemy count ezen a pályán. Na, arra én nem emlékszek, de... Hát mindegy, nem probléma. Szóval akkor ezek szerint még 6 fiendnek kellett volna megjelenni, de nem tették. Jó van, hát akkor fejezzük be így a pályát. Az a lényeg, hogy titkos helyekből minden megvan. És akkor nem tudom, hogy az volt-e a baj tényleg, hogy leugrott a Scrag és nem tudott ott újra spónolni a következő. Lehet, hogy újra viszem ezt a pályát, viszont felvételnek ez így megfelel. Most viszont megnézem, hogy mióta tart a felvétel, talán még ez az egy pálya belefér. Remélhetőleg sikerülni is fog. Jaj, viszont én ezt is shot is startolni szeretném. Ezt még lehetséges. És ez az egyik kedvenc pályám egyébként az egész epizódban. Már csak azért is, mert nem tudom, egyrészt elég ammót ad, elég upgrade-et, viszont kihívás is tud lenni. És nem jellemző a Quake-re, viszont néha véletlenszerűnek érződik, hogy mikor, milyen ellenfél jön felénk. Mert itt az egész pálya össze van kötve, és az ellenfelek ugyanúgy szabadon járkálhatnak, ahogy mi. Itt még az elején ugye... Ez nem igaz, mert... Hát még nem ébresztettük fel a többi ellenfelet. De lesznek itt nehézségek. Jó.
észrevehetitek azt a... Ó! Azt a tört ott. A... Nem tudom, talán a napban. Ha azt meglövitek, akkor... Az a pálya első titkos helye, amit egy Scrag véd. Ezt akkor használhatjátok föl, amikor akarjátok, viszont szerintem ide a legjobb a sebezhetetlenség. Főleg mivel most még egyáltalán semmi páncért nem szedtetek föl. Jó. Ki is fogytam Sotiból, ami nem a legjobb, de szerintem még itt van. Jó. És második titkos helyünket ott találjuk, a lépcső alatt. Ha ide a felvonó alá beugrunk, akkor simán ide juthatunk. És meg is van a páncélzatunk. Szuper! Akkor szerintem még megéri most erre jönnünk, mert rengeteg Nilgán lőszert kapunk, viszont Nilgánt még később szerezhetnénk csak. Jó! Titeket kiszedlek most. Oké, a többi ellenfél még nem vett engem észre, annak én örülök. Mert talán akkor lesz értelme a pálya végig quad damage-nek, egyébként nem igazán lenne. Az a lényeg, hogy majd ott lesz egy kapcsoló, amit aktiválnunk kell, és azzal ott a másik oldalon is elindul egy ugyanilyen híd, szóval majd oda átérhetünk. Most viszont még a rotfish-eket szedjük ki. Amik ugye elrontják a kill count-ot ezen a pályán. Szóval itt se lesz meg normálisan a 100%. Nem fogom számolgatni, hogy most pont hány rotfish-sel küzdöttem meg. Szerintem nem számít. Na de az volt ennek az egésznek a lényege, hogy megszerezzük a Spur Nail Gun-t. Jó, ezeket még felszedhetjük. Itt van egy gyógyító medence. Az talán úgy működik, hogy egymás hegyén hátán ott van pár első segélycsomag. Szóval oda néhányszor vissza lehet menni, hogy visszatöltsétek az életeteket. Viszont még itt is azért elég sok életet találni. Illetve a Nilgán lőszert is használhatnám, mert van elég a pályán. Oké. Ott lesz egy jó kis Shambler. Aki mindjárt leugrik szerintem ide hozzánk. Aha. Szuper. Na. A Shamblerök ezen a pályán meglephetnek minket, mert eléggé sokan vannak. És úgy lehet a legkönnyebben elrontani ezt a pályát, hogyha két Shambler közé kerültök. Azért nem akarom az összes szöget elhasználni már itt az elején. Ó, nem! Itt fogok vele megküzdeni. Ranger mozgás kultúrájával eléggé nehéz pont elbújni. De talán, hogyha szép türelmesen viszem, akkor nem sebződök túl sokat. Jakvégben nagyon gyors a mozgásunk. És azt hiszem, hogy itt az alap a futás. Vagy van gyaloglás egyáltalán, nem is tudom hirtelen.
Na itt mi van? Ó, az a pálya vége lesz, szóval az még engem nem érdekel. Akkor jöjjünk erre. Öt titkos hely van a pályán, és nem vagyok benne biztos, hogy az összesre emlékezek. Ó, te! Ó, egy kis infight ott kezdődik. Na, kire fogadtok? Én a Fiendre szerintem. És a lovag győzött. Ugyanis itt is nagyon sötét van, továbbra is. Sandy Peterson imádja a sötétséget. Ó, és két Fiend is egymás után, komolyan. És ott is mögöttem egy, még jó, hogy visszafordultam, te jó ég. Tudjátok, mennyit tudnak sebezni, hogyha rátok ugranak. Szörnyű. Ott pedig... ez talán csak egy lovag. Illetve egy kék páncél, ami engem... nem érdekel egyelőre. De megjegyezhetjük, hogy itt van. Ez talán nem árt. Ez itt micsoda? Le kéne ide ugranunk? Fogalmam sincs. Én most egy olyan helyet keresek, talán ez az a hely. Aha, az volt az a hely. Illetve el is felejtettem, hogy a pálya elején felszedtünk egy gránátvetőt. Amit azért nem szoktam ezen a pályán használni, mert a végére kelleni fog. Jaj, már megint ez a sötétség. Nagyon a hangokra kell támaszkodni, hogy tudjuk, hogy mikor támad, főleg a Fiend. Az ott kicsoda, micsoda. Ja, csak egy alap nailgun. Igen, megérte ott az elején super nailgunt felszedni. Nagyon idegölő ez a hely. Jól van, fölvehetném a fényerőt, de úgy meg már nem lenne szerintem az igazi. Jó van, még ott voltatok. Tudtam ám, és ott lesz majd egy titkos hely nekünk. Ó, te meg hogy kerültél mögém? Csak így lazán beszpónol. Nem tetszik ez. A guillotine-ra vigyázzunk. Illetve... biztos, hogy csak ezzel az egy Fiend-del találkozunk itt. Mert én nem vagyok benne biztos. Na nem baj, akkor szerezzük meg ezt a titkos helyet itt. Jó kis quad damage. És ide jövünk. A guillotine másik oldalára. Quad damage-sel talán könnyebb lesz kiszedni ezeket az ellenfeleket. Jó. Csibelünk itt mindenkit. Ó, ott még van pár gránát. Az jó lesz. És megmutatom, hogy miért éri meg gránátokat hagyni a pálya végére. Ugyanis ez itt egy titkos hely, amit nem szerezhetünk meg sehogy se, kivéve, hogyha egy gránátugrást végzünk, ami kicsit trükkösebb, mint a rakétaugrás. Itt egyébként megvan az ezüst kulcs már, szóval ezek után be is fejezhetjük a pályát, viszont ez a titkos hely még itt érdekes lesz. És limitált próbálkozási lehetőségünk is van, ugye? De megvan, jól van. Ott van egy Shambler. Őt megpróbálom talán innen kiszedni. Azért segített valamennyit itt a végén ez a láthatatlanság.
és az ezüst kulcssal itt is vagyunk a pálya végén. Hogy a max skill megvan-e vagy sem, azt nem tudom, mert ugye a rotfishek elrontják a számlálót. De ennyi volt ez a pálya, és nézzétek, hogy milyen jól néz ki. Sokak nem szeretik valamiért a negyedik epizódot, viszont szerintem ez az első fele a játék egyik legjobb része. Második fele az már kezd majd egy kicsit unfair lenni, szóval azt már nem fogom így egyben fölvenni. Valószínű, hogy ott nem fog minden pálya elsőre sikerülni. De abban sem vagyok biztos, hogy mindegyiket shot is startolni akarom. Azt majd még eldöntöm. De ezzel meg is vagyunk egyébként az epizód első felével. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem tényleg tetszik. Főleg, hogy a horror faktor itt tényleg jobb. Nézzétek azokat a sötét részeket ott. Itt még sima lovagok is megijeszthetnek. És ugye Sandy Peterson az alak, aki a legtöbbet vett részt a Cthulhu mítosz fejlesztésében. Szóval egy-két pályája. Arra utalás, például az Elder God Shrine. De lesz itt még konkrétabb utalás is, azt majd meglátjátok. Következő részig, sziasztok!